A 2022-es év rendkívüli esztendő volt a mezőgazdaságban. Elsősorban az aszály miatt komoly károk keletkeztek a gazdálkodóknál. Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója elmondta, hogy ezért idén is van lehetőség kárigény benyújtására. A gazdálkodóknak arra van lehetőség, hogy 2022. november 30-án 24 óráig benyújtsák a kárigényüket. Nagyon fontos az, hogy az alapja, amit megkaphatnak tulajdonképpen kártérítésként, az az idei évi hozamérték, illetve a referencia hozamérték közti különbség. És annak is csak a 80%-a. A 80%-ot abban az esetben kapja meg a gazdálkodó, hogyha rendelkezik magánbiztosítással. Erre majd még szeretnék visszatérni egyébként. A benyújtási határidő, ugye azt mondtam, hogy 24-re, és tehát november 30-án 24-re lehet benyújtani. Az államkincstárnak van egy agrárbizottság, aki ezt eldönti, és mert jövő év, azaz 2023. március végéig ezt a mennyiben pozitív az elbírálás, akkor a gazdák meg is kapják ezt a tulajdonképpen benyújtott igényüket. A tárgyévi hozam és a referencia érték közötti különbségből fakadó összeg 80%-át abban az esetben kaphatja meg a gazdálkodó, ha rendelkezik magánbiztosítással. Az idejében rengeteg kérelem jött már be eddig is, és szeretném felhívni a gazdálkodók figyelmét, hogy az elkövetkező időszakban annak érdekében, hogy a kockázatokat alacsonyabbra tudják csökkenteni, tehát diverzifikálják, keressék a magánbiztosítókat mindenképpen, mert hogy abban az esetben, ha nem rendelkezik magánbiztosítással, akkor a 80%-nak csak az 50%-át kapják meg kárigényként. Az elkövetkező klímaváltozás, ami ugye részesévé váltunk, várhatóan a következő években is fenn fog maradni. Ha magánbiztosítókon keresztül próbálják meg megoldani a gazdálkodók, akkor ezt a kiesett hozamértéket, ezt valamilyen szempontból mondjuk azt, hogy egy kicsit jobban tudják porlasztani, és kisebb mértéket vesztenek el, mint amit valójában elvesztenek abban az esetben, ha nem rendelkeznek biztosítással. Tehát a falugazdász hálózat abban az esetben, hogyha valaki egyedül nem tudja megoldani ezt a problémát, akkor tudom, egy egész területén megtalálhatóak vagyunk. Keressék falugazdászainkat a honlapunkon, hívják telefonon őket, és segíteni fognak a kárigény benyújtásában. Irodáink azok Szekszárd, Tamási, Dombóvár, Bonyhád, Pakzsdunaföldváron, illetve vannak kisebb településeken is, ahol heti rendszerességgel egy napon nyitva vagyunk. Az összes többi irodánk viszont hétfőtől csütörtökig minden ügyfélnek a rendelkezésére áll. Kérem, hogy keressenek minket, és november 30-áig adják be az igényüket. Az aszállyal kapcsolatban már születtek fontos döntések. A minisztérium is elindult abba, hogy a területeken felmérjék a víz tárolás lehetőségeket, illetve a csatornáknak az újraműködtetését elrendelték már, illetve megtörténtek a felmérések. Az Agrárminisztérium és a Kamara is közösen együttműködve próbál ebbe előrelépni. Itt kérjük a gazdálkodóknak a segítségét is, egyébként is nagyon-nagyon segítőkészek, úgyhogy előrefelé kell gondolkodnunk, pontosan azért, hogy ugyanezek a problémák nem merüljenek fel, mint az elmúlt időszakban, az elmúlt években felmerültek.